Köszöntelek titeket. Egy könyvön keresztül szeretnék bemutatni nektek valakit a tanúságtételemben. Valakit, aki megmentett engem a tolvajtól, aki öl, lop, pusztít engem és mindenkit a környezetemben. És úgy gondolom, ez nem csak az én életemben teszi ez a tolvaj, hanem mindenkinek az életében. A könyv, amely nem csak az én mikrovilágomat, hanem az egész emberiség történetét meghatározza. Ebből a könyvből nyugodtan idézhet bárki, bármely fordításból, bármely kiadásból, mert sehol sem találja meg azt, hogy szerzői jog fenntartva. Egyetlen kritériuma van a szerzőnek, hogy sem hozzátenni, sem elvenni nem lehet belőle. És úgy fogjuk meg ezt a könyvet, mint amilyen tisztelettel tudjuk csodálni a hieroglifai írásokat, a piramisokat, hiszen több ezer éves történeteket találhatunk benne egy most is élő és alkotó Istentől. Egy átlagos családban nőttem föl, a könyv, ige és Isten nélkül. A 80-90-es években vendéglátó szakközépiskolát végeztem, és ennek a szakmának minden velejárójával együtt éltem az életemet. És úgy gondoltam, hogy ez tökéletes, amíg be nem tört az a tolvaj, aki lop, öl és pusztít. Tragikus hirtelenséggel elvesztettem egyik szülőmet, kezdett minden összeomlani körülöttem, annak ellenére, hogy abban az időszakban anyagi jólétben éltem, mégis éreztem, hogy valami hiányzik, mint amikor egy apró szilánk vagy valami lüktet az ember agyában. Ebben az állapotban éltem én is bátyám az életemet, amikor Isten az ő történetén keresztül láthatóan megjelent az én életemben, mivel bátyám hitet tett mellette, és csatlakozott az ő népéhez. Engem ez még távolabb taszított a könyvtől és mindentől, ami ezzel járt. Elkezdtem őket támadni, bántani. És ahhoz, hogy fel tudjam velük venni a harcot, egy könyvet kellett használnom. Ez a könyv pedig a Biblia. A mindenhatónak különböző útjai vannak, és nyilvánvalóan tisztában volt vele, hogy hogyan érkezhet meg hozzám, mivel a történelem iránt nagyon érdeklődtem. Ezért használt fel embereket arra, hogy kezembe adtak egy könyvet, hogy akkor olvasd ezt végig, és akkor megtalálsz valamit a történelemből. Nekem az indítékom az volt a könyvvel kapcsolatban, hogy ezt is használhatom arra, hogy fogást találjak rajtuk, és támadhassam őket. Ahogy kinyitottam az első oldaltól, és elkezdtem olvasni, 3 éven keresztül folyamatosan olvastam. De akkor ez a könyv még csak egy történet volt, nem az én történetem. Amikor a Krónikák első részéhez értem, a Krónika 29.15-ben az első olyan ige, amely elgondolkodtatott azon, hogy olyan ez az én történetem is. Amikor Dávid a hála imájában azt mondja, hogy mi csak jövevények vagyunk és zsellérek, amint a mi atyáink is egyenként, és a mi életünk napjai olyanok a földön, mint az árnyék. Akkor tudtam, hogy ennek a történetnek kell, hogy legyek részese én is, hiszen ez megszólított engem. Ezt éreztem egész életemben, amikor kerestem valakit vagy valamit. A könyvet tovább olvasva éreztem azt, hogy meg kell találnom erre a választ, hiszen ha Dávid, ez a szereplő is úgy érzett, mint én, akkor ebben olyan érző emberek vannak, olyan emberek, akik ugyanúgy gondolkodnak, ugyanúgy húsvér emberek, mint én vagyok. És az Ószövetséget elhagyva az Új Szövetséghez érkezve, az Efézusi levélben, a 2. részben, a 18.-19. versben megtaláltam valakit és valamit. Azért mondom, hogy ez nem egy átlagos könyv, ez a könyv, ez most is él és hat az emberekre, hat az elménkre, mossa, megújítja a gondolkodásunkat. Ez a könyv, mire ideértem, bemutatott nekem valakit, Dávid bűnbánat imáján keresztül, amelyben azt mondta, hogy egyedül telned védkeztem és cselekedtem azt, ami gonoszt a te szemeid előtt, hogy tiszta légy beszédedben és ítéletedben. És akkor én elgondolkodtam azon, hogy akiket én bántottam, akiket én üldöztem, azt a mindenható Isten ellen cselekedtem. És felismertem, hogy bűneimmel nincs más lehetőségem, csak annak a kezébe adni, aki ennek a könyvnek a szerzője, és aki elküldte az ő egyszülött fiát, a Jézus Krisztust. És a Efezus 2.18-ban megtalálhatjuk, hogy ha én elhiszem, hogy Jézus a Krisztus, Jézus az én megváltom, aki minden bűnömért tökéletesen eleget tett, akkor ő általa van menetelünk mindannyiunknak, egy lélekben az Atyához. És akkor már nem vagyunk jövevények, nem vagyunk zsellérek, hanem a háza népe vagyunk Istennek, és polgártársai lehetünk
a szenteknek. Polgártársai a szenteknek egy olyan országban, amely országot nem lehet feldarabolni, nem lehet elrabolni, nem lehet kirabolni. Ez idáig tökéletesen működött az életemben, de valami még hiányzott. Istennel már volt egy kapcsolatom a könyvnek köszönhetően, az ő igéjének köszönhetően, az ő szent lelkének, szent szellemének köszönhetően. És kerestem, az Úr elvezetett egy olyan közösségben, ahol ez kiteljesedheted. Mert van egy szint, amikor már az én életemben, amikor már megrekedünk. Istennel lehet jó kapcsolatunk, de ha az ő népével nincs kapcsolatunk, akkor megállunk mind a lelki fejlődésben. És én így találtam a Szarvasi Református Egyház közösségben, egy olyan közösségre, ahol megtaláltam azt, hogy a valóság és az ige összetalálkozott, és a kettő együtt, ahogy az ige is mondja, az ige testélet Krisztusban, és rátaláltam arra, ami ebben a világban lehet nyilvánvaló. És itt van felelőssége minden közösségnek, a mi közösségeinknek is. Én úgy jöttem ide, hogy különböző emberek ismertek a szakmán révén, de nem voltam kapcsolatban velük, és itt olyan fogadtatásra leltem, ami nem volt ítélkező, hanem befogadó volt és elfogadó, és így elhívtak különböző alkalmakra, elhívtak bibliaórákra, ahol valóban minden összeállt, hogy nem egyedül vagyok ezekkel a kérdéseimmel, nem egyedül vagyok az Istennel való kapcsolatomban, hanem Istennek van elhívott népe, ahol megélhetjük ezt a közösséget. És 2002-ben itt tettem felnőtt konfirmációt, itt is keresztelkedtem. És innentől kezdve Isten kinyitott olyan kapukat, amelyeket önállóan nem tudtam volna megélni, nem tudtam volna tovább haladni. A közösségen keresztül, embereken keresztül, alkalmakon keresztül mind a hitem, mind az életem csiszolódott az Úr Jézus Krisztussal. És akkor az a tolvaj, aki lop, öl és pusztít, az eltűnt. És odaállt Krisztus, aki azt mondja, hogy azért vagyok itt, hogy életük legyen és bővölködjenek. Azért így lehet életünk és bővölködhetünk, na nem a világ szerint. Mert a világ azt mondja, mert Krisztus azt mondta, ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok, ha gyűlöl engem a világ, tudjátok meg, hogy titeket is gyűlölni fog. Mert én választottalak ki magamnak e világból. Ugyanúgy vannak veszteségeink, ugyanúgy vannak örömeink nekünk is ebben az életben, de itt tapasztaltam meg először olyan testvéreken keresztül, akik elindultak a minden élők útján, és nem kétségbeesve, nem félelemmel, hogy valami olyan biztonsággal indultak el, amire azt mondtam, hogy igen, Uram, ez az a hely, ahol otthonra találtam. Találkoztam számtalan emberrel, az ő hitük által épülhettem, és remélem, hogy én is erősíthettem őket. Többek között volt lelkészünk, aki költő is volt, verseket írt. Annak egy verszaka nagyon megragadt bennem, hogy ismerem az embereket, éltem köztük már eleget, így hát tudom, igen nélkül vagy elbukik, vagy elszédül. Minden ember, nincs kivétel, ezt tanulom férfi ésszel. És a hívő életem során megtapasztaltam, hogy valóban az igen nélkül mehet jól a sorunk, de akkor valóban megszédülünk, mert azt hiszük, hogy minden rajtunk múlik. De Isten megmutatja, hogy mindent ő tart a kezében, és az ige nélkül el is bukhatunk, és elérhet minket egy olyan szomorúság, amely világ szerinti szomorúság, amely halált szerez, de van egy Isten szerinti szomorúság, amely megbánhatatlan megtérés szerez. És így kérem az Urat, hogy minél többen megtaláljuk ezt a megbánhatatlan megtérést. A hívő életem során a gyülekezeti életbe bekapcsolódva sikerült látnom embereket újjászületni, embereket Istenhez térni. Így adok hálát, hogy láthattam egy óvodáskori barátomat, aki itt konfirmált, itt tett bizonyságot Istenről, és az ő bizonyságtétele alatt jutott eszembe, hogy valóban a mi hívő életünk olyan, mint amikor egy hegyi túrán vagyunk tavasszal, amikor a hegy oldalban még lehet, hogy bokáig érő hóban jártunk, de a napos oldalon már virágoznak a virágok. Pontosan ilyen a mi hívő életünk, egyszer úgy érezzük, hogy hóban járunk, egyszer pedig úgy érezzük, hogy virágos mezőn vagyunk, de azért ad nekünk Isten közösséget, hogy ezt meg tudjuk élni, és el tudjuk egymást hordozni.
Így kérem a mindenható Istent, hogy jelentse ki magát naponként, jelentse ki magát ezen a bizonyságtételen keresztül, hogy ő van, létezik. És még egy érdekes, hogy az Istennek mennyire kifürkészhetetlenek az útjai, milyenek az ő tervei, hogy én most ezen a fórumon tehetek bizonyságtételt, mert én a megtérésem előtt nagyon rossz viszonyban voltam különböző emberekkel, az életmódommal, de Krisztusban előáll egy új teremtés, és hogyha Krisztusban vagyunk, akkor Krisztus le tud győzni minden akadályt. Valóban Krisztus azt szeretné, hogy életünk legyen, és bővölködjünk, de nem a világ szerint, hanem az ő végtelen története szerint, és így kérek mindenkit, hogy álljunk bele ebbe a történetbe, hiszen Isten véghez viszi az ő tervét, Isten véghez viszi az ő akaratát, és hálát adhatunk azért, hogy ennek mi most részesei lehetünk, magyarok, cigányok, mindenféle nemzetség, hiszen Krisztusban nincsen se zsidó, se görög, hanem előáll az új teremtés, amelyet Krisztus már elkészített a világ teremtése előtt. Így köszönöm meg ezt a lehetőséget, hogy bizonyságot tettem, és remélem, hogy sikerült rámutatnom Krisztusra, aki az én személyes megváltóm, és aki végig kíséri a mi életünket, és aki az ő hívő népét végig a kezében tartja, és álhatatos fohászkodásokkal van az Atya előtt, hiszen annyira szeret bennünket, hogy az életét adta a kereszt halálig. Köszönöm. Imádkozzunk. Áldunk, magasztalunk téged, mennyei Atyánk, hogy te szeretsz bennünket, te megszólítasz bennünket. Dicsőítünk és hálát adunk azért, amiért te beleszólsz a mi személyes életünkben. Dicsőítünk és hálát adunk azért, amiért te elhisz bennünket a te történetedben. Uram, olyan csodálatos, hogy te nem vagy személyválogató Isten, olyan csodálatos, hogy így akarsz formálni bennünket, hiszen te magad mondod, hogy arról fog megismerni a világ, hogy ti szeretitek egymást. Kérjük, Urunk, azt a szeretetet, amelyet csak te tudsz adni. Kérjük, Urunk, hogy így legyünk egyek, mint ahogy te és az Atya egy vagy. Köszönjük, hogy te ezt megcselekedheted velünk. Köszönjük, hogy te nem az alkalmasságunkat nézed, hanem te azt nézed, hogy mi a terved velünk, és kérünk, hogy adj nekünk engedelmességet, adj nekünk erőt, és adj nekünk alázatot, hogy szeretetbe tudjuk elhordozni egymást, és szeretetbe és alázattal tudjuk elfogadni a te döntéseidet, hiszen minden és mindenek te rád nézve történnek. Dicsőség néked, Urunk. Amen.